Azt megfogadtam, hogy nem lesz olyan hónap, hogy valami csokoládés ne készüljön, és ha én már csokoládéhoz nyúlok, akkor az biztos, hogy egy ilyen tömör fajta lesz. Ezt úgy is nevezem, hogy ragacsos csokoládétorta, ráadásul karamellszószt is megtanulunk készíteni. A tojásokat először önmagukba elkezdjük ugye kihabosítani, majd folyamatosan hozzáadjuk a cukrot. Közben, hogy haladjunk, nagyon nagy mennyiségű vajunk van, és ezt felmelegítjük. Jöhet a cukor, de nem az egész, ugye fokozatosan adjuk hozzá, elharmadoljuk. Egyre szebben fehéredik. Mivel nem kerül hozzá semmilyen adalékanyag, úgyhogy itt a tojás a legfontosabb, aminek tökéletesen ezt ki kell habosodnia. A vaj pikpak kész is. Beletesszük egy üvegtálba, vagy bármilyen edénybe, és hozzáadjuk a csokoládét. És addig keverjük, még fel nem olvad. Jöhet az utolsó. A tojáshab az kifehéredett. Minden levegőt belepumpáltunk. És nem véletlenül csináltuk úgy, hogy a hideg csokoládét tettük bele az olvasztott vajba, ugyanis nem szeretem volna forrón hozzáönteni. Így, ahogy megy, alacsony fokozaton hozzácsurgatjuk. Nincs más hátra, mint a liszt, amit viszont szitába adunk hozzá. Mehet egybe. Vissza. Gyorsan átkeverjük. Fogunk egy tortaformát, de most én arra gondoltam, hogy téglalapukkal fogom kisütni, mert majd szeleteljük. A formát mindenképpen vajazzuk ki, és hogyha nem ismerjük a formánkat és nem bízunk benne, akkor javaslom, hogy lisztezzük is ki. Nyilván akkor a torta majd egy picit lisztes lesz kívülről, de inkább ez, mint hogy beragadjon. De mondjuk kalánnal is ki lehet szedni, úgyhogy mindenre van megoldás. Gyere, sütike! Igen, úgy néz ki, mint egy nagyon-nagyon sűrű puding. Nem véletlenül. Hiszen szinte vajból és csokoládéból áll. Többim csak kötőanyag. Elmondom, ez a világ legegyszerűbb csoki tortája, és tényleg csak szerint jegyzem meg, hogy a legjobb. Irány a sütő, 170 fok, előmelegített sütő, mehet légkeverésesre. Igazából nem számít, ugyanis figyelnünk kell. Tehát, hogy lehet, hogy 10 perc alatt is meg lesz otthon, ez függ a formától, de az is lehet, hogy kell neki 15 perc. Az a lényege, hogy kívülről legyen rajta egy ropogós réteg, belül viszont még recegjen. Tehát kicsit olyan pudingos állagú legyen. Ameddig ez itt sülöget, meg figyelgetem, elkészítjük a karamellszószt. Ehhez a cukrot én mindig úgy készítem el, hogy adok hozzá egy picike kis vizet, és hagyom, hogy magától dolgozzon és karamellizálódjon. Nem nyúlunk hozzá. Mondom, nem nyúlunk hozzá, és már itt van a kezembe, de tényleg nem kell hozzányúlni. Amikor karamellszószt készítünk, lehet víz nélkül is elkészíteni, de akkor se kevergessük. Ez egy nagyon nagy félreértés, hogyha kevergetjük, kialakulnak benne cukorkristályok, ilyen kis köbök, és soha nem fog eltűnni. Max, hogyha leszűröd, és nem látja senki. A legjobb megoldásnak én mindig azt mondom, hogy egy vastag falu edényt választatok egy pici vízzel, és úgy hagyjátok, hogy tegye a dolgát, és akkor biztos, hogy nem lesz baj. Olyankor már egyébként rá lehet egy kicsikét segíteni, amikor már barlul, és akarod gyorsítani a folyamatot, akkor már mehet hozzá egy kis keverés. De egyébként teszi a dolgát, ígérem. De amikor kérdezik, hogy mitől vagyok fiatal, hát attól, hogy állandóan a gőzben vagyok. És először a nagy bubikból egyre kisebb buborékok lesznek. Egyre szebb lesz. Na, itt eldönthetjük, hogy hogy szeretjük a karamellt, világosan, ugye minél sötétebb, annál kesernyésebb és mélyebb az íze. Én most itt közép karamellnél meg fogok állni, és jöhet hozzá a tejszín. Aki nem gyakorlott, annak javaslom, hogy a tejszínt azt melegítsétek fel előtte. Nekem a tejszín az hideg, ezért pici apránként fogom hozzáadni, és még hozzá ezért, mert a gőz az ellep egyrésztről, másrésztről pedig habosodik.
nyilván ahogy hűti le, egyre kevésbé fog húgyogni. Hagyjuk, hogy forjon egyet. Még itt a végén is azért. Közben folyamatosan kevergessük. Ha itt megállunk, akkor igazából egy mezei karamellszószt készítünk. Na, de hát ez nekem nem megy, azt már tudjuk. Úgyhogy egy picikét ki fogjuk fényesíteni, méghozzá a vajjal. És nem csak a fényességébe fog segíteni, hanem amikor majd kihűl, akkor sokkal szószosabb és akár kenhetőbb jelleget is tudunk neki adni. Jó, meg is mondjuk a hőkezeléssel, félrehúzzuk, és jöhet a vaj. A legvégén pedig a só. A só meg a karamell nem tud létezni egymás nélkül, az az igazság. Jaj, itt verje. Takarítást, szikét. Addig keverjük, kavarjuk, még el nem olvad a vaj. És kész is a tökéletes karamell szósz. Nagyon szépen be fog kötni, ahogy hűlni fog. Mire kész a torta és egy picit kihűl, addig a karamell szósznak is tökéletes állagú lesz. 12 perce van bent nálam. Na és itt van, amit szeretnék. Szóval látjátok, hogy a széle, az már megsült, de a közepe, az még ugye ilyen kicsit ilyen pudingos. Na ettől le. Tényleg mindig itt állok, így a kamerát, és mindig mondjuk, hogy Istenem, milyen illata van, de tényleg olyan illata van, és annyira egyszerű volt elkészíteni. Kihűl, és akkor tálaljuk.